A projekt fő célja az országhatár mindkét oldalán azonos gyökerekkel rendelkező, Magyarországot és Szerbiát összekötő kulturális örökség feltárása és összegyűjtése volt. A határon átnyúló együttműködési projekt 202 000 euróból valósult meg. Kiadtunk három újabb könyvet, melyekkel immár 7 kötetet számlál ez a bizonyos élő archívumok sorozat. Több mint 20 rendezvényt, tematikus napokat, nyílt napokat, gyerekfoglalkozásokat, nyári táborokat szerveztünk. Mindezt alig több mint egy év alatt, és ezeken összesen mintegy 2000 résztvevőt, főként fiatalokat, gyerekeket szólítottunk meg. A projekt fő feladata 19. és 20. század fordulóján élő ember természet közeli életmódjának bemutatása volt, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos halászatra, a fakitermelésre és hajóépítésre vonatkozóan. Maga a Tisza kutatása azért Obusza szerint is egy nagyon fontos dolog, hiszen számos kiállításunk van, ami ezzel foglalkozik. Nem csak a Tiszával kapcsolatos árvizekkel, hanem azokkal az emberi életekkel, akik tulajdonképpen a Tiszától fügtek. A kereskedelemtől kezdve a halászat, a közlekedés és minden más összekötötte tulajdonképpen ezeket a városokat, ezeket a régiókat. És hát sajnos nagyon sajnálatos, hogy erre nem fektetnek nagyobb hangsúlyt, mi erre próbáltuk felhívni a figyelmet. A feldolgozott kutatási eredmények tudományos hátteret biztosítanak a régió gazdasági, ipari és társadalmi helyzetének megértéséhez. A két intézmény együttműködésének köszönhetően jelentős mértékben nőtt a közös kulturális örökségről elérhető információk mennyisége.